most csinálunk egy teljesítménytesztet is, amit ugyancsak az olvasás részét fogom tudni megcsinálni, mivel mind a két harddisk használatban van. Ezért az írási teljesítménytesztet ő nem akarja végrehajtani. Nyilvánvalóan, ha használva van, akkor kicsit csalóka lenne az eredmény. De hát így is meglássuk, hogy egy teras Seagate HDD és a 480 gigas MTech SSD között mekkora lesz a különbség. Ugye külső felvevőt használok pont azért, mert nem akarom, hogy maga a videórögzítés is befolyásolja az eredményt. Tehát nézzük, hogy milyen is a teljesítményteszt. Először ugye egy teras Seagate vinyót nézzük. Kell neki eljelszó. Tehát ez így néz ki. És akkor nézzük meg ugyanezt az SSD-nél. Hát itt ennyi volt. Le is futott, lássuk, hogy sokkal jobb eredményekkel. Egyetlen hiba, amit eddig észrevettem, az az, hogy ha megnyissuk a lemezeket, akkor ugye ő mér hőfokot is, tehát itt szokom ellenőrizni, hogy kb. Milyen állapotban vannak a harddiskek, stb. És ugye, mint lássuk, maga a normálabb lemeznél, a HDD-nél ez teljesen jó, 26 fok, oké. Viszont ha SSD-re kattintunk, itt 100 fokot mutat, ami egyrészt nagyon magas, mindenféleképpen. Másrészt meg ugye egy órája fut kb. A rendszer. Mikor ezt először így meglóttam, hát majdnem infarkt, mondom, ez mi szeretne lenni, itt sűnek a dolgok a gépbe. És ugye nem csak ő méri ezt itt, hanem direkt letöltötte a pénzszenzort is, nézem, itt is kikeresem a SSD-t, 100 fok, 100 fok, 100 fok, tehát minimum, maximum, non-stop 100 fokot mutat, úgyhogy nagy valószínűséggel itt valami szoftveres probléma lehet. A SSD-t nem tudja vagy jól mérni, vagy nem tudom, ezt nehéz megmondani. Neten, ahogy láttam, másnak is volt ilyen problémája, hogy SSD az non-stop 100 fokon fut, de viszont ha nyitunk egy terminált, és onnan lefuttassuk a HDD tempet. Ugye itt jelszó azért kell. Tehát lássuk, hogy maga nem erre lemezen ugye ugyanazt a 25 fokot mutassa, amit elemezek. Viszont ha beadjuk neki SSD-t, akkor itt ő már csak 33 fokot mutat, tehát maga a lemez jó, nem hibás, semmi gond nincs, tehát tényleg valami szoftveres galiba lehet. Viszont HDD tempel tudjuk ellenőrizni. Kicsit furcsolom ezt az egészet, mert ugye magát a modellt is felismeri, azt is a 480 gigas, tehát mindent igazándiból felismer a szoftver, de valahogy maga a hőmérsékletet nem tudja mérni. Hát minden esetre nincs probléma, mert ugye a 33 fok az bőven a megengedettben van benne. Szóval ez csak egy ilyen megjegyzés, hogy valami galiba van itt a lemezekkel, de amúgy minden működik.
És ugye ez a teszt egy kicsit arra is volt jó, hogy átlagfelhasználásra ez a olcsóbb M-tek SSD teljesen jó lehet. Persze egy drágábbnál jobb eredményeket kapunk, tehát jobb írási, olvasási sebességet, jobb válaszidőket, stb. De átlagfelhasználásra ez bőven megfelel. Legalábbis nekem jobb eredményeket produkál, mint vártam. Most köszönöm a figyelmet, mindenkinek szép napot!